Aki ne idétlenkedj, ember. Picsóka, picsóka, ripicsóka. Na, hangyalak, már megkezdték. Ej, de ilyen szép, he? Jó, hogy belé harapjál. Szép lilás. Na, találtak ki, mit csinálok? Abbiz a kicsikke. Pityóka ültetés lesz. Érted, de Raki? Te vagy érted, én se értem. No. Ez nem lesz nagyon elbonyolítva, gyerekek. Felapróst, felvágtuk a pityókat. És visszük. Nem belé tudjuk-e lódolni ide egy pukétába. Ezt ízjött a halember, mikor itt volt. És egy-egyet elszúrunk. Itt, ott. És akkor majd meglássuk, hogy mi lesz? Így ne. Be oda. Mindjárt ide is. Oké. Menjünk tovább. Ó, egy érett papaja. Szakoljuk le azt is minnya. Még most. Ó, tudjátok, mit kaptam? A man picsókáról van szó. Tegnap nyírom a füvet. És hát kifordul a földből egy bazin, hogy édes pityók, el is felejtettem behozni. Ó, na nyüvek, rákok, rákok, megegyék. Fogadom a múcsot, rebaszkuláltam ma reggel. Jaj, de boldogtalan vagyok. Na mindegy, hát ki fog majd nőni akkor. Itt kaptam meg. Innen fordult ki, és itt is hagytam. Mondom, majd felveszem. Ó, de marha vagyok. Na mindegy. A lényeg az, hogy ugye hajtással ültettem. Akkor most újból van, újból van ültetve. Oké. Ilyen szép nagy maroknyi picsóka volt. A kettőt pont egy más mellé tett le, a két múcsom volt. Mondtam, hogy ne. De érthetetlen volt a gyerek, aki hozta. Mondtam, hogy szórja szét őket ide és oda is tegyen. Na, de mindegy. Rég volt az már. Mikor volt? Márciusban. Na, ez izé, ezt is halember hozta, bészúrtam ide őket. Úgy néz ki, egy par megél belőlük. Milyen spinachnek hívják? Elfelejtett. Okinawa. Okinawa spinach. Papolykák növögetnek. Az a baj, papolyákkal nem szeretik nagyon az altültetést. Úgyhogy kivegyed, s máshova ültessed. De egy néhányat megpróbálhatok az itt. Na, egyet ide is dobjunk. Új, itt hangyalak voltak a mutkór. Arra vigyázzunk. De az élet megy tovább. Te csak hajszol túl magad.
bár a rendszer mindig más. És a nyomor megmarad. Jaj, de is tettem a kínálva a spinicset. Az ember néha ostoba. Néha kötél elszakad. Valami mindig ott bujkál. Egyre csak hajszolod magát. De az élet megy tovább. Kurva tehén megint itt van. Te! Bűnyű! Menj haza! Mit keresel itt? Megmondtam hányszor ma, hogy ne gyere ide. Rágja le a banánjaimot, a rohadék, hanem nem bánnám. Hátadra vágok a lapattal, húzd el a beledet. Go! Go get him, Rocky! Go get him! Go get him! Go! Go get him! Vakszemű kutya nem lássa. Na, most meglátta. Go get him, Rocky, go! Go! Go get him! Go get him! Go! Go get him! Van össze vannak barátkozva. Még azt akarom, hogy kárgassál, de olyan gyámútalan, hogy nem kárgatál semmit. Get him, Rocky! Get him! Get him! Szomszédot a mentő az este elvitte, vagy? A tehén ne nézzél le, amit nézé! Go home! Menj haza! Na, néznek mind a ketten! Én balan szamara! Nagyon bórjak vagytok. Szomszéd, miért nem tudja a kapuját bécsukni, a tehánt ott tartani? Menj haza! Menj haza! Menj haza! Hülye tehén! Go! Menj! Na normális vagy-e? Kutya, te haszontalan, te! Na baszik rá! Mi a szomszédnak a hátára ki? Kettőt vágik a lapáttól. Ez még nem elég, még a hülye madaraid kárognak egész nap! Rák a beledet! Na mindegy, teszek egy kaput. Kutya, te mit csinálsz? Há? Ilyen csúfú kárognak. A rohadt papagájok. Na. Ott is balról, ott is papagájok vannak. Na tehenet kárgatok ahelyett, hogy füvet vágnék. Hát muszáj, mert leraktam útkor a kicsi banánjaimot. Párat tönkre is tett. Szorházi. Na, hol maradtam? Ja, nincs kedvem füvet vágni. Az éjjel megint szarul aludtam, felébredtem. És nem tudtam visszaludni, és aztán hajnal 5-kor elaludtam megint, és fél 9 felébredtem. De lefeküdtem korán, hogy 9
és 12-kor felébredtem, és nem tudtam visszaaludni. Na, túl sok projekt van az agyamon. Hol maradtam el, na? Hova tettem a lapátot, s a nyavaját? Azt a helyet rövid eszem van. Mondjátok meg, na! Ja, itt van. Na, teszek pityókat ide, ezekbe a csomókba is. Ezt az édes pityókat is azt akartam négybe vágjam, s elültessem. Szaporítsam egy kicsit. Jaj, de szép fődember. Igen. Hova tesszük ezt? Fogadom, ez egy nagy hangya búj. Az hát. Beszállt valami az óromba. Gyerek. De kicsit mélyebbre kell menjek. Oké, itt már jó lesz. Még egyet ide, és egyet ott lejjebb, és azzal annyi. Hangya volt, ali lesz egy teli hat. Azt a tóvaját mennyi hangya van, menjünk arrébb. Akkor rohadt tűzhangyák megtámadnak, aztán megnézheted magad. Jobb a csíkot elhúzni. Ah, egy már megmorta a lábamot. Ráksúj, moskos hangyákat. Na. Teszünk még egyet ide. És ezzel annyi. Úgy, adnám, hogy valami lesz belőle. Ha nem annyi. De így menjen itt, gyerekek! Így kísérletezünk, gyakorlatozunk. Na itt is nyílik egy banán, jó szaporodnak ezek is. Hű, le kell válasszak innen legalább négy darabot. Hű, de szép kövér virágja van, hé! Egy, kettő, három kezecske már nyílik ki. Ezen lesz legalább 8-9. Hű, itt is egy virágzik. Ott is egy virágzik. Aj, hé! Szép az élet, gyerekek! Ezt a hely. Kettő ezen a felén gyümölcsözik. Ez nem nagy, 2-4-6 kezes. Ez viszont elég jó forma. Ezen 7 vagy 8 kéz van. Édes pityóka mindenhol. Jó van. Ez hamarosan lehet születeni.
Amíg kell egy olyan 3-4 hét. Hátul is van egy, amelyik közeledik a szürethez. Oké. Szomszédok is belejöttek nagyon a takarításba. Na jó, kaput kell szereljek, gyerekek, most már ne jöjjön be a tehén. De aksú, hegye meg. Neki kell lajokra ültetni, takarítani. Na, fák száradnak le. Nincs időm öntözni, földbe kell őköt tegyem. Na most olyan izé meleg a víz, hogy most nem is tudok öntözni. Na most nem veszélyes. Hogy 3 napig nem öntöztem meg őket se. Lássátok, hogy mi van. Kezd az egész. Papaja, ezt is el kell ültessem, amit Dávid adott. Hova tettem egyik pigeon pit? Elültettem a minap. Nem emlékszem, hogy hova. Ott is van 2 füge, meg a Monstera Deliciosa. Deliciosa. Nyomás egy kicsit lekezdett esni, miután a pressure tank kiürülne, hogy de utána beindul majd, nem tudom mi van ez a nyomás sökkenés. De jó, most már mind. Esik a víz szint a kútba, mit tudom én. Lehet fel kell stimuljam egy kicsit, állítsak a nyomáson. Na, lehullott 2 papaja onnan. Van egy néhány, de elég küzdégek van. Úgy nézem, ez is kezd gyümölcsözni. Nézzünk szeszembe vele. Mi az, hogy gyümölcsözik ma? Ma itt lógnak ki a banánok. Látod, de milyen ez? Ez szül meg. Ez másképp csinálja, mint a... mint ezek a nem vak. Látod, jön ki, mint egy... mint egy vaginából a gyermek. Hüvelyből. Na, hogy keressem a szebb szavakot. Na jó. No, itt is egy gyümölcsözik. És ez a... ez a rajzsapuri. Haha. Kíváncsi vagyok, milyen ízű lesz. Goldfinger még nem virágzik. Melyik is a Goldfinger? Ez az első. Ez a Lakatán, az a Mona Lisa. Ezek még nem már gyümölcsöznek, de hamarosan biztos fognak azok is. Ezeket is meg kell öntözzem, ezek egy kicsit védve vannak, ugye, mert árnyékosabb helyen vannak. Papaják jönnek ki, jó, jönnek ki helyenként. Na, és ezeket is meg kell öntözzem. És az összeset meg kell öntözzem, és naponta kell öntözzek. Na, már itt a száraz szezon, s az elején még ugye voltak esők, de most megint egy hete van, vagy több mint hete nem volt semmi. Na jó. Bangó mangó. Meleg van, hé. Jó.